Nyilvános pereket rendeznek Iránban több ezer ember ügyében, akiket az elmúlt hetek tüntetésein tartóztattak le. A demonstrációk szeptember második felében kezdődtek, amikor néhány nappal rendőrségi őrizetbe vétele után belehalt sérüléseibe a 22 éves Mahsa Amini. A tüntetés hullám akkor ért újra a csúcsára, amikor a rezsim letartóztatott két újságírónőt, akik beszámoltak Amini haláláról. A német külügyminiszter bejelentette, az Európai Unióhoz fordul, hogy a közösség nyilvánítsa terrorszervezetté és szankcionálja az országban működő forradalmi gárdát. Szeptember közepe óta legalább 283 ember vesztette életét a tüntetésekkel összefüggésben, és több mint 14 000 tiltakozót tartóztattak le.